Testvérek, mindig az a legjobb, hogyha imádsággal kezdünk bármilyen tevékenységünkbe, és mindig az a leghasznosabb idő az életünkben, amit imádsággal töltünk, úgyhogy imádkozzunk az Atya, a Fi és a Szentlélek nevében. Minden a Isten, kérlek, segíts, hogy jó munkatársad legyek, kérlek, vezessd a szavaimat. Kérlek, segíts meg, mert nélküled, minden olyan nehéz nélküled, bármit nehéz jól csinálni. Kérlek, nyisd meg a hallgatóság szívét, áld meg ezt az alkalmat, áld meg a jelenlévőket és családaikat, és hát szólítsuk meg, mennyi édesanyánkat is. Kérlek, Mária, segíts minket a fiat felé vezető úton. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van Te veled, áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te mélyednek gyümölcse Jézus, asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Klervói Szent Bernát, könyörög érettünk, Szent Domonkos, Assisi Szent Ferenc, Pió atya, Szent Második János Pál pápa, Sziennai Szent Katalin, Istennek minden szentjei és angyalai. Hát testvéreim, milyen az Isten? Milyen az Isten? Tegnap elolvastam a Magyar Kurír cikket, és hogy mennyire egy irányba hatnak a dolgok, mert Lajos atya a teózisról beszélt, Ternyák Csaba érsek atya kitért az Isten bennünk lakására, és én is ezekkel szeretném kezdeni. Lehet, hogy mind a hármunkat a Szentlélek vitt egy irányba, bízom benne legalábbis. Igen, testvéreim, az Isten bennünk lakásáról szeretnék beszélni, aminek a tudatosodása, a kereszténységgel kapcsolatos álláspontom gyökeres megváltozását eredményezte, és az Istennel kapcsolatos látásmódomnak a gyökeres fordulatát váltotta ki. Mert hát, testvéreim, nagyon későn tudatosodott bennem ez az igazság, hogy az Isten az bennünk lakik. Hogy nem elég, hogy velünk az Isten, de ráadásul bennünk az Isten. Érted-e? Mert, testvéreim, addig egy ilyen távoli, messzi-messzi Istenem volt nekem. És a szemináriumban már jó pár év eltelt, tehát 36-37 éves lettem, amikor úgy igazán magamévá tettem ezt, a, ezt az igazságot hogy én Isten hordozó vagyok. De miért tellett ennyi időbe? Azért, testvéreim, mert azt figyeltem meg, hogy nálunk a katolikus teológiába hisszük és valljuk, de nem túlságosan hangsúlyos. Legalábbis én nem figyeltem föl rá, hogy a prédikációkban annyit mondanák, hogy ne tudja elkerülni a figyelmemet. Én nem vettem észre, hogy a hittanórán annyit mondták volna ezt a nagyon fontos, szerintem nagyon fontos igazságot, hogy ne tudtam volna figyelmen kívül hagyni. És magába a szemináriumba is volt szó róla, de nem mondhatom, hogy túlságosan hangsúlyos volt. Testvéreim, sok szentől fogok idézni. Két dolog véget, egyrészt, mert sok itt a pap, tehát óvatosnak kell lenni, hogy mit mondok más. És sokkal jobban jár mindenki, hogyha a szentek beszélnek, és nem én mondom azt, ami szerintem helyes és igaz. Hát nézzük meg, testvéreim, hogy mit mondtak a közös és a nyugati szentek ebben kapcsolatban. Mert testvéreim, azt figyeltem meg, hogy a szemináriumban egyre több szentől olvastam, Egyre több misztikustól olvastam, hogy náluk ez központi kérdés volt az Istennek a bennünk lakása. Amikor olvastam Eckhart mester prédikációs gyűjteményét, hogy minden második prédikációjában vagy ide akar kiukadni, vagy innen indul. Vagy amikor olvastam, ugye Avillai -Szent Terész belső várkasti erről szól, hogy a lelkünkben lakások vannak, és a legbelsőbb lakásban maga az Isten lakik. De nézzük csak meg, hogy mit mondtak a kezdetektől fogva Istennek a szentjei. Antiókiai Szent Ignác, első század. Így mondja, úgy tegyünk hát mindent, hogy Isten lakozik bennünk. Az ő templomai vagyunk, és ő a bennünk lakozó Isten, aki jelen van, és meg is mutatkozik nekünk, ha igazán szeretjük őt. Szent Ambrus, negyedik század. Jézusom, engedd meg nekem, hogy megmossam szent lábadat, hiszen beszennyeződött, mióta a lelkemben jársz. Szent Ágoston, ugye 430-ban hunyt el, akit te betöltesz, szárnyakat kap tőled, én meg jaj, nehézkes vagyok, mert még nem vagyok tele, te veled. Írja Szent Ágoston, Szent Cezárius, 6. század. Isten nem csak emberi kézemelte templomokban lakik, vagy kőből fából épített házakban, hanem sokkal inkább az ember lelkében, amelyet saját képére formált és alkotott meg teremtő keze. Eckart mester, 13. század. A lélek közvetlenül Istentől kapja a létét, ezért van Isten közelebb a lélekhez, mint a lélek önmagához, és ezért van Isten a lélek alapjában Istenségével. Keresztes Szent János, 16. század. Ó, te emberi lélek, te legszebbik az összes teremménynek, aki annyira óhajtja ismerni a helyet, ahol kedvesed, így mondja, kedvesed, ú tartózkodik, hogy megkereshesd és vele egyesülhess. Ime tehát megmondtuk neked, hogy te magad vagy az a trónterem, amelyben ő akik az a rejtek hely, amelyben rejtőzik. Nagy örömödre és boldogságodra szolgáljon az a tudat, hogy egész kincsed és reményednek egész tárgya, oly közel van hozzád, hogy benned van. A vilai Szent Teréz 16. század így mondja, figyeljetek ide, így mondja. Nagyon fontos, hogy megértsétek, az úr bennünk lakik, bensőnkben, együtt vagyunk ő vele. És a 20. században elhunyt, keresztes Szent Terézia Benedikta, Isten a lélek legmélyén van, és semmi sincs a lélekben, ami ő előtte, el lenne rejtve. És hát engedjetek meg még egy hosszú idézetet, ez pont nem is olyan régen kaptam, lehet, hogy pont azért, hogy itt ez elhangozzon, tiszteletre méltó Marton Marcel atya így beszél az Isten bennünk lakására. Olyan gyönyörűséges, hogy talán érdemes az egészet fölolvasni. Azt mondja, így szállja meg például a lelket Szent Terézia olvasása közben a gondolat, ugye Liziói kis Szent Terézre gondol, Isten bennünk van, nem kívül, nem messze, fönt a magas égben, de egészen közel, itt, az én lelkemben, bent, bent, egészen közel hozzám, beszélhetek vele, hallgatom a hangját, a suttogásomat is megérti, a szívem dobbanását is megérzi, oly megdöbbentően édes közelségben van hozzám, hogy ámulatomra elcsitul bennem minden belső zaj. A külsőt meg már észre sem veszem, bár öntudatlanul teszem, veszem szükséges tendőimet, anélkül azonban, hogy ráfigyelésem intenzív lenne. Oly uralkodó lesz a gondolat, Isten bennem van, hogy a bámulatból csak hamar édes tudat lesz, soha semmi bajom nem történhetik, hiszen Isten ott van, ott uralkodik a lelkemben. ut Deus, kicsoda olyan, mint az Isten. Minden emberi félelem megszűnik, az imádat, a hála, a szeretet érzelmei festik alá, a gigászi módon minden testi lelki porcikámon elömlő gondolatot, Isten a fölséges, a nagy, a mindenható, az erős Isten itt, itt van, hihetetlen közelségben bennem, szinte testem anyagi határaim belül. Persze, hogy nem hallom, helyesebben hallom, hallom az elmékedési órát megkezdő felolvasást, de nem figyelek rá. Az óra elteldik gyorsan, mintha álom lett volna, pár perc. Lekötött, lenyűgözött mindent bennem az egyetlen gondolat. Isten bennem van! És testvéreim, ez miért fontos? Mert talán, hogyha ezt nem tudatosítjuk magunkban, akkor azt gondoljuk, hogy az Isten az, aki rajtunk kívül van, az lényegében, mint valami zsűri elnök. nézi azt, hogy mi hogyan csetlünk, botlunk, és hogyan próbáljuk megvalósítani azt a szabályrendszert, amit segítségként adott nekünk hogy egy külső szemlélő, és az Isten arra van, hogy mi önerőből bebizonyítsuk neki, hogy milyen derék emberek vagyunk. Hogy hogy megy a szenté vállás nélküle. Vagy például, hogy az Isten akkor nem arra van, hogy a külső körülményeinket tegye elsősorban rendbe, hanem lehet, hogy a lelkünket akarja rendbe tenni. Igen, testvéreim, ez nálunk a katolikus teológiában nem kifejezetten hangsúlyos, és ennek következményese hangsúlyos, mégpedig az átistenülés, a teózis. Az egész, amennyire én tudom, az egész ortodox teológia erre van fölépítve, hogy az Isten benned lakik, és az Isten nem dolgokat akar neked adni, hanem önmagát. Meg akarja tölteni önmagával a te szívedet. És ahogy megtölti a szívedet, úgy a saját képére kezdi formálni a lelkedet. Szép apránként megváltoztat téged, és hasonlóvá tesz önmagához. Ez a keleti teológiának a legjelentősebb üzenete, ezt mondja Hilárion Alfajev, az embernek az isteniből való részesülése következtében történő átalakulást a patrisztikus irodalomban többféleképpen nevezik. Isten fiúság elnyerésének, Istenhez hasonulásnak, átistenülésnek. Az átistenülés teózisz, eszméje keleti vallási életének, kelet vallási életének központi gondolata volt, e körül forognak a dogmatika, az etika és a misztika kérdései. Az igaz hitet vallani, megtartani a parancsokat, imádkozni, részesülni a szentségekből, ezekre nem másért van szükség, mint hogy átistenüljünk. Ugye, én azt vettem észre, hogy keleten az az üzenet, hogy te egy Isten hordozó vagy. A végtelen Isten érted-e, akit nem tudnak a galaxisok milliói befogadni, benned lakik, ilyen közel jön hozzánk. Értitek-e? Ehhez képest az, hogy Jézus istálóba született, a semmi, hogy bennem lakik. Igen, testvéreim, míg nálunk nyugaton én azt vettem észre, hogy az Isten gyermekség a hangsúlyos üzenet. És még, hogyha megnézzük, hogy hogyan definiáljuk, mondjuk egy bérmálkozási felkészítő anyagba, de ugyanez van a juket az, hogy mi keresztény életünk célja, Ugye az ortodoxok azt mondják az átistenülés, mi azt mondjuk, azért vagyunk a világon, hogy Isten megismerjük és szeressük, akarasza szerint a jót tegyük, és majd eljussunk a menyek országába. Testvéreim, nagyon igaz, mind a kettő. De én azt gondolom, hogy talán nekünk is emellé oda kéne tennünk, oda kéne ha zárójelbe is, hogy az Isten, aki bennünk lakik, az birtokba akarja venni a lelkünket. És azt szeretné, hogy megengedjünk, hogy ő ragyogjon át rajtunk. Igen, testvérek, de hát hogyha vetünk egy, egy kis tekintetet arra, hogy ezt az átistenülést, ezt az Istennel való egyesülést, hogy engedjük, hogy az Isten átítassa a lelkünket, hogy beszéltek -e erről a katolikus szentek. És hát, testvéreim, nem lesz talán meglepő már előre, hogyha azt mondom, hogy nagyon is beszéltek róla. Sőt, szinte csak erről beszéltek. Nézzük csak meg, Szent Ágoston. Így mondja, abban alakul ki Krisztus, így mondja, abban alakul ki Krisztus. Tehát ebben mit mond? Hogy az Isten azt szeretné, hogy megengedjük, hogy bennünk kialakuljon Krisztus és ebben idézőjelben mondom, egy másik Krisztussá válnánk. Hasonlóvá ő hozzá. Abban alakul ki Krisztus, aki befogadja Krisztust, viszont az fogadja be Krisztust, aki Krisztushoz ragaszkodik lelki szeretettel. Ebből következik, hogy Krisztus követésével alakul ki maga Krisztus az emberben, és pedig olyan fogban, amennyire követi őt. János mondja, aki azt állítja, hogy Krisztusban él, annak úgy kell élnie, ahogyan ő élt. Aquinoi Szent Tamás, ugye? Akiről talán ugye azt szokták mondani, hogy Szent Ágostonnal a legnagyobb teológus volt az egyház történetében, a következőt írta. Mivel Isten egyszülött fia minket részesíteni akart Istenségében, magára vette természetünket, emberélet, hogy az embert istenivé tegye. Keresztes Szent Terézia Benedikta, az emberek kapcsolata Krisztussal egészen más, mint a földi személyek közötti közösség. Ez beléje növekedés, beléje gyökerezés. Így mondja, beléje növekedés, hogy bele kell gyökerezned a benned lakó Istenbe, belé kell növekedned, vagy akár azt is mondhatnám, hogy engedned kell, hogy Krisztus betöltse a szívedet. Ennek a Krisztussal való reális egyéválásnak következménye, hogy minden kereszténnyel úgy kapcsolódunk össze, mint egy test tagjai. 16. Benedek pápa, Istenhez kell ragaszkodnunk, hogy Isten is hozzánk emberekhez ragaszkodott, amikor emberré lett. Isten jelleméhez kell igazodnunk úgy, hogy bennünk való jelenlétét megtanuljuk hordozni, írja 16. Benedek pápa. Igen, testvéreim, és hát, hogyha Szentírásban is körülnézünk, miket találhatunk? Galata levél. Fiaim, újra a szülés fájdalmait szenveden értetek, amíg Krisztus ki nem alakul bennetek. Vagy azt mondja Péter apostol második levelében a Szentírás, értékes és nagy ígéretet kaptunk, hogy általuk részeseivé legyetek az isteni természetnek. És hát az utolsó, amit olyan gyakran idéznek, élek, de már nem én, hanem Krisztus él én bennem. Grinyozni Szent Lajos így imádkozik éppen. Szívem Istene és osztályrészem Jézus Krisztus, halljon meg szívem önmagának, és éte benne Mit akar ezzel mondani? Ugye, az Isten lelkünkben való hatalomra kerülésnek mi a legnagyobb akadálya? Az ego, az önző én, ami tud mást akarni, amit Isten akar. És éppen ezért a szentek, ezt jó kell érteni, meg akartak szabadulni az önző egójuktól, az önző énüktől. És azt akarták, hogy Jézus kormányozza a lelküket mint hogyha egy városállamra gondolunk, mint egy városállamnak a kormányzója. És hogy mindent ő rendezzen be, ő vezesse őket, ő irányítsa a gondolataikat, érzéseiket, vágyaikat. Azt mondja Szírszent Izsák, kezd a minden külső köteléktől való megszabadulással, és aztán kötheted szívedet Istenhez, mert előbb el kell szakadni a világ dolgaitól, mielőtt egyesülsz Istennel. Testvéreim, a szentek nem csak azért éltek aszketikus életet, mert ezzel érdemeket akartak szerezni másoknak, kegyelmeket akartak kieszközölni másoknak, hanem mert jól tudták, hogy minél jobban a világ rabja valaki, annál kevésbé tud Krisztussal egyesülni. És minél inkább szabaddá válik valaki a világ vonzásától, annál szabadabb lesz Krisztusra. Keresztes Szent Terézia, Benedikta, Isten az emberi lelket önmaga számára teremtette, önmagával akarja egyesíteni, a saját életének teljességét és boldogságát akarja neki ajándékozni már ebben az életben. Érted-e? Az Isten mindenét neked akarja adni? Az ő szeretetét, az ő bölcsességét, az ő békéjét, az ő örömét? Mit mondott Jézus? Azért mondtam ezt nektek, hogy örömötök legyen, és örömötök teljes legyen. Az én békémet adom nektek nem úgy, ahogy a világ adja, és a szent lélek nem, de a bölcsesség lelke. Igen, testvéreim, de miért fontos ez a szemlélet? Azért, mert én például régebben azt gondoltam, hogy az Isten az arra való, hogyha én megszorulok az életben, a céljai megvalósításában, akkor ő segítsen megvalósítani az én céljaimat. De testvérem, ez a kereszténységnek a paródiája. Mert a keresztény embernek nem a saját elképzeléseit, a saját vágyait kell megvalósítani az életbe, hanem Krisztusnak a rávonatkozó vágyait. És testvéreim, hogyha ez így van, akkor az Isten az lehet, hogy nem külső dolgokat akar nekem adni, hanem az ő szeretetét, az ő bölcsességét, az ő békét, az ő örömét. És, testvéreim, nem ezekre a dolgokra vágyakozunk? És, testvéreim, amikor imádkozunk, ugye? Akkor tudatosodik-e bennünk, hogy lehet, hogy az imádság nem arra való, hogy fizikai dolgokat elintéztessünk az Istennel, hanem hogy az imádság célja egyesülni ő vele. Például, ugye, Kalkuttai Szent Teréznek is ez egy nagy felismerése volt. Azt mondta, hogy régebben azt gondoltam, hogy az ima megváltoztatja a dolgokat. Most már tudom, hogy az ima minket változtat meg, és mi változtatjuk meg a dolgokat. Mert testvéreim, hogyha az átistenülés a cél, az Istennel való egyesülés, akkor talán, amikor lelki életet élünk, azt nem azért csináljuk, hogy jó pontokat szerezzünk az Istennél, hogy megfeleljünk az ő elvárásainak, hogy lekötelezzük, hogy én elmegyek a meglehetősen unalmas misére, de cserébe, majd, ha szükségem lesz rád, akkor majd szólok, akkor intézd el, amit én kitaláltam. Igen, testvéreim, akkor talán rádöbbenünk, hogy a lelki életnek a célja egyesülni Istennel. Szírszent Izsák ezt írta, a lelki élet középpontja és célja fáradozni, hogy Krisztussal egyesüljünk. Igen, testvéreim, az Isten az egy szeretet kapcsolatot szeretne ápolni velünk. Ő adni akarja magát, csak az a kérdés, hogy mi őt be akarjuk-e fogadni. Hogy ráirányulva éljük -e az életünket. Hogy vele éljük -e az életünket. Hogy amikor imádkozunk, az egy találkozása, -e, vagy egy mondóka elmondása. Mert megmondták, hogy reggel meg este imádkozni kell. Hogy amikor elmegyünk gyónni, az egy dolognak a kipipálása. Mert megmondták, hogy évente gyónni kell. Vagy egy találkozás az irgalmas Istennel. Hazatérés az atyai házba. Kibékülés vele. Hogy amikor áldozunk, az a legintimebb találkozás, egy testi-lelki egyesülés az Istennel, aki még ezt is lehetővé tette, hogy ne csak lelkileg egyesüljünk, hanem testileg, lelkileg is tudjunk egyesülni vele. Vagy pedig egy megszokás. Mert miért is ne? Olyan ciki lenne a padba maradni. Testvéreim, ezek mind az imádság, a szentségek, hogy úgy mondjam, eszközök amelyekkel a bennünk való Istennel a kapcsolatot ápolhatjuk, és amelyeken keresztül a bennünk lakó Istennel való kapcsolatunk kiteljesedhet. De nézzük meg, hogy, hogy a szentek azok uh, hogyan is, hogyan is beszéltek az imádságról. Mert valójában, ha megnézzük, két akadálya lehet az átistenülésnek, az Istennel való egyesülésnek. Az egyik akadály a bűn. És testvéreim, nem tudom, de lehet, hogy vannak itt egy-ketten a pázsiton, akik úgy gondolkoznak, mint ahogy én régebben gondol gondolkoztam, hogy a bűn az valami olyasmi, amit el kell kerülni. De, hogyha véletlenül megszegjük, az körülbelül olyan, mint amikor elkésünk az iskolából. Egy kicsit kellemetlenül érezzük magunkat, de amúgy kit érdekel? Igen, testvéreink, de ha úgy közelítjük meg, hogy a bűn az akadálya az Istennel való egyesülésnek, hogy teljesen átjárja a lelkünket, hogy úgy legyünk az Istenben, ahogy a szivacs a tenger vizében, hogy a tenger vize a szivacsba és a szivacs a tengerbe, akkor már talán lehet, hogy jobban óckodunk turpisságokat elkövetni, hogy így mondjam. Mert, testvéreim, hogyha a bűn az akadálya, hogy az Isten szeretete átformálja a szívünket, hogy az ő szeretetéből részesüljünk, az ő bölcsességéből, az ő békéből és öröméből, akkor már lehet, hogy tragikusabban közelítenénk meg, és jobban elpucolnánk a dobozba, hogyha éppen azt érezzük, hogy már túl sok van a kontonkon. Ugye ez egy teljesen más szemlélet. Ez egy teljesen más szemlélet, ez egy kapcsolattípusú szemlélet. És testvéreim, attól tartok, hogy csak a kapcsolat szempontú kereszténységnek van létjogosultsága. Mert testvéreim, nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de voltak idők, amikor tudjátok, hogy mit gondoltam a kereszténységről. A kereszténységben vannak dolgok, amiket nem szabad megtenni, pedig ezek között a dolgok között van jó pár, amihez lenne kedvünk, meg dolgok, amiket azt mondják, meg kell tennünk, amik meg dögunalmasak. És ez a kereszténység? Ez a kereszténység? Ez egy karikatúrája a kereszténységnek, te? A kereszténység célja szeretett kapcsolatba lenni a belét szerelmes, a belét habarodott Istennel, és engedni, hogy az ő szeretete boldogítson, az ő szeretete formáljon, hogy ő vezessen, hogy megenged neki, hogy. A te kezeid legyenek az ő kezei a világban, a te lábaid az ő lábai, a te szád az ő szája. Hogy megenged, hogy ő formálja a gondolataidat, az érzéseidet és a vágyaidat. Igen, testvéreim, és hát, hogy a másik akadálya, ugye, az Istennel való egyesülésnek, ugye ez a bűn. És éppen ezért van az, hogy a gonosz lélek mindent elkövet azért, hogy gyónni ne menj el. Mert testvéreim számára az a legnagyobb bukás. Mert a gyónásban megengedett, hogy a benned lakó Isten magához ölelje a lelkedet, hogy össze-vissza csókolja, és ő kezdhet mindent előről. Mert testvéreim, a Szent Gyónás az nem egy raportra hívás, hogy odaállít az Isten a szőnyek szélére, hogy még mindig nem vagy elég jó. Az Isten az mindig azt mondja, azt a lelkedbe, hogy szeretlek úgy, ahogy vagy. De a másik részét is ki kell hangsúlyozni, de nem maradj olyan, amilyen vagy. Ő mindig azt mondja, több van benned. Támaszkodj végre rám, élj velem, és ez a többlet, a potenciál, akkor ki fog jönni belőled? Ne egyedül csináld, hát mit gondolsz? A szentévállás az úgy megy, hogy kinyitod a Hozanna 19. 21. oldalát, elolvasod a lelki tükröt, azt mondod, hogy most a holnaptól tényleg megcsinálom. Tiséreim, a szentévállás az együttmunkálkodás az Istennel, és a lelki élet élésének a gyümölcse, a részesülés az Isten szentségében. Önerőből senki nem képes radikálisan megváltoztatni magát, az önmegváltás. A kereszténység az arról szól, hogy megengedni Krisztusnak, hogy a szentségeken keresztés az imába megváltoztassa a szívedet, kigyógyítsa önmagából. Önmagadból. Hogy végre megváltoztassa a szívedet, az ő szívét akarja, a te kőszíved helyére adni. Ez a kereszténység lényege. Ne úgy, hogy én most bebizonyítom Istennek, hogy külön vagyok a többi embernél. Az jó ember leszek. Mese habbal. Csak Isten kegyelméből, vele élve tudunk igazán jó emberekké válni, apránként, lassan, lépésről lépésre. Tehát a bűn és a másik akadály az átistenülésnek, az a lelki lanyaság, Hogy nem ápolunk szoros, mély, intenzív kapcsolatot az Istennel. Hanem megelégszünk avval, hogy nap végén, alvás előtt értitek, oda dobunk neki egy-két mondatot. Hogy igazából nem felé fordulva érjük az életünket. Neked milyen gyakran jut eszedbe Isten napközbe? Ugye? Talán a szüntelen ima az nem más, mint egy folyamatos Istenre gondolás. Tudjátok, mit mondott Lizi, kis kis szenterész? Azt hiszem, soha nem múlt el három perc sem, hogy ne gondoltam volna az Istenre. Ugye? Ez az Isten felé fordult élet. De mielőtt arról beszélnék, hogy az imában, mit mondtak a szentek az imáról? Nem csak annyit mondtak, hogy beszélgetés az Istennel. Hanem valahogy sokkal mélyebben, plastikusabban próbálták megragadni. És a cél alapján próbálták megragadni. Azt még egy záró jeles megjegyzésként engedjétek, hogy megtegyek, hogy a katolikus teológia azt mondja, hogy a megigazult emberben lakik az Isten. Hogy nehogy valaki véletlenül belém kössön. Na most térjünk át arra, hogy mit mondtak az imáról a szentek. Azt mondja Sziennai Szent Katalin, az imádságban tanulja meg a lélek levetni önmagát és magára ölteni Krisztust. Azt mondta Norvics Julianna, imáink gyümölcse és célja nem más, mint urunkkal való egyesülésünk, és hogy mindenben olyanná váljunk, mint ő. Azt mondta testvéreim, Pió atya, az imádság azt jelenti, hogy szívünket Isten szívébe öntjük. Líziói kis szenterés, számomra az íma, a szívnek egy lendülete, egy egyszerű ég felé vetett pillantás, a hálának és a szeretetnek kiáltása megpróbáltatásban, épp úgy, mint örömben, egy szóval valami nagy, valami természet fölötti dolog, amely kitágítja a lelkemet és Jézussal egyesíti. És Mattel Meskin, ő mondjuk keleti kopszerzetes volt, azt mondja, ha az imádságban gyakran találkozunk Krisztussal ennek hatására, az ő isteni képe rejtélyes módon belénk ivódik, annélkül, hogy ezt észrevennénk. Hogyha elkezdesz komolyan imádkozni, testvér, és négy év, amikor itt álltam, egy nagyon nagy hibát elkövettem, azt mondtam, hogy imádkozzatok fél órát. Testvéreim, nem elég fél órát imádkozni. Legalább egy órát oda kell adni a napunkból Istennek. Ez négy év múlva lehet, hogy kettőt mondok. Adja az Isten. És napközben sokat gondolni rá. Igen, testvéreim, mert ha sokat imádkozunk, ő szinte láthatatlan módon átformálja a szívünket. És hogyha ezt tudatosítanánk, hogy az imádságnak ez a célja, megengedni, hogy a Szentlélek átítassa a lelkünket, akkor talán szakítanánk időt imádkozni. Hogyha rájönnénk, hogy az imán keresztül az Isten békét akar nekünk adni, szeretetet, bölcsességet, erőt és örömöt, akkor talán találnánk végre időt az imádkozásra. És nem elégednénk meg azzal, hogy elmondunk reggel meg este egy-egy mondókát úgy, hogy bele se gondolunk egy szónak se az értelmébe. Igen, testvéreim, ezért nincsen mély, intenzív, Isten felé fordulás nélkül, mély, intenzív, ima élet nélkül, átistenülés, belső változás, metamorfózis, nincsen, felejtsd el! Egy csomóan azért vannak megrekedve, mert nem szolgáltatják ki magukat az imába Isten gyógyító kezének. Igen, a szenteken azért ragyogott át Krisztus, mert az imádság emberei voltak. Nem csak azért, mert olyan kis jámborok voltak, hogy sokat imádkoztak, hanem azért váltak szenté, mert rengeteget imádkoztak. És amíg nem imád, és az imádság, az Isten felé fordulás mértékével, intenzitásával és a rászánt idővel, arányos dinamikával változik az ember lelkez, föl kéne fognunk, hogy nincsen Krisztus követés mély ima élet nélkül. Felejtsük el, igen, testvéreim, és hát hosszú bevezető után rákanyarodnék a második részre. Ugye azt mondtuk, hogy az Isten bennünk lakik, át akar isteníteni minket, egyesülni akar a lelkünkkel, és hogy ennek az akadályai a bűn és a lelki lanyhaság, hogy nem imádkozunk. És akkor nézzünk rá egy pillanatra, és próbáljunk kotorászni a koponyánkban, hogy vajon akkor ki lehetett a legjobban átistenült földi ember az emberiség történetében. Mit gondoltok? Ugye nem nehéz kitalálni, hogy a mi drága édesanyánk. Miért is? Azért, testvéreim, mert hitünk szerint ő áteredő eredő nélkül való volt. Ugye 1854-ben 9. Pius dogmaként hirdette ki, hogy Mária életének első pillanatától fogva mentes volt az áteredő bűntől, és a megszentelő kegyelem állapotában volt. És hitünk szerint bűn nélkül való volt Mária. A trienti zsinat tanítása szerint Mária Isten különös kiváltságánál fogva, élete egész folyamán mentes volt minden súlyos és bocsánatos személyes bűntől. Tehát a bűn nem volt akadály, hogy az Isten betöltse a szívét, ugye? És testvéreim, nehéz elképzelni, hogy Mária különösen az igenye után hogy ő csak így negatíve teljesítette Isten akaratát, hogy kerülte a bűn, de nem működött együtt azzal, amit Isten az életében ki akar teljesíteni. Magyarán Mária biztos lehetünk benne, hogy totálisan az Isten akarata szerint élte az életét, és hogy Mária az imádságnak az embere volt. Azt mondja Grignon Szent Lajos, hogy Mária tíz legjelentősebb erények közül az egyik a szüntelen imádság. Ő szüntelen Isten jelenlétébe élt. És testvéreim, talán elfeledkezünk arról, hogyha lehet így mondani, hogy Mária az kétszeres Isten hordozó volt. Mert nem csak a méhébe hordozta az urat, hanem a lelkébe is. És talán így is lehet értelmezni, talán nem eretnekség, ha azt mondom, hogy a kegyelemmel teljes, vagy pontosabban kegyelembe fogadott, azt lehet, hogy így is lehet értelmezni, hogy Mária volt totálisan az, akit betöltött. Az Isten kegyelme, aki megengedte, hogy az Isten kegyelme birtokolja az ő lelkét. Igen, testvéreim, és Grignon Szent Lajos is valami hasonlót fogalmaz meg. Mert készülve erre az előadásra újra olvastam a tökéletes Mária tiszteletet Grignon Szent Lajostól, és képzeljétek el, Elszpoilerezem. Arról szól az egész, hogy Máriának kell átadnunk magunkat, mert ővele tudunk a leggyorsabban egyesülni az ő fiával. Erről szól az egész könyv lényegében. Ezt mondja Grignon Szent Lajos. Mária a legszentebb Szentháromság, háromság szentélye és nyugvóhelye, hol Isten fényesebben és isteni módon trónol, mint a nagy teremtésnek bármely más helyén. És testvéreim, ő segíteni akar minket az átistenülés útján, hogy minél jobban oda tudjuk adni magunkat az ő szeretet fiának. Mária nem önmagának akar minket. Mária a fiának akar minket. Mária, mint egy jó édesanya testvéreim, a legjobbat akarja nekünk, és éppen ezért akarja, hogy mind jobban egyesüljünk az ő szent fiával. És hogy miért tud ő nekünk nagy segítségünkre lenni? Grignon Szent Lajostól jön a következő négy idézet. A fiúisten naponként ki akarja magát alakítani tagjaiban és bennünk, mint egy testet akar ölteni édesanyja által. Mondja Rinyó Szent Lajos. Ha Jézus Krisztus az emberiség feje benne képződött, akkor a választottaknak, a fej tagjainak is szükségképpen benne kell képződni, tudni Máriába. Nem hiszem, hogy bárki is eljutna a Jézus Krisztussal való tökéletes egyesülésig, látjátok, ő is tökéletes egyesülésről beszél. És a szentélek iránti teljes hűségig, anélkül, hogy szűz Máriával nagyon bensőségesen ne lenne egyesülve, és pártfogásától nagy mértékben ne függene. Szűz Mária a legbiztosabb, legkönnyebb, legrövidebb és legtökéletesebb út, melyen Jézushoz juthatunk, és ezért testestül, lelkestül, minden fenntartás nélkül átadjuk magunkat neki, hogy általa épp oly föltétlenül Jézuséi legyünk. Igen, testvéreim, azt mondja Grignon Szent Lajos, hogy Máriának kell ajánlanunk magunkat. Tökéletesen. Föl kell ajánlani magunkat, mert ő képes leginkább vezetni minket a Krisztushoz való hasonulásnak az útján. Hogy a teljes életünket rakjuk le Mária kezébe. Aztán később tudjátok, hogy ki volt az, aki azt hangsúlyozta, hogy ezt a fölajánlást megtegyük, sőt, minden nap megújítjuk. Szent Maximilian Kolbe. Hogy minden nap ismételjük meg ezt a fölajánlást Máriának. Azt, mondja, azt írja, Szentlagos. mint hogy tökéletessünk abban áll, hogy Isteni megváltónkhoz Jézus Krisztushoz hasonlókká legyünk, vele egyesüljünk, és magunkat neki szenteljük, minden áltatosság között a legtökéletesebb, mely Jézus Krisztushoz leginkább hasonlóvá tesz, vele legbensőségesebben egyesít, és bennünket legkizárólagosabban neki szentel. Már most Szűz Mária minden teremmény között leghasonló fiához Jézus Krisztushoz. Ebből következik, hogy minden áhítat közül az áhítat Szűz Máriához, az ő szentséges anyához, urunkhoz és üdvözítőnköz leginkább hasonlóvá teszi, leginkább neki szenteli a lelket. És nem kell félni, mert ha Máriának ajánljuk magunkat, az a valójában az ő fiának ajánljuk magunkat. Nem csak a boldogságos szűznek, hanem egyúttal az ő fiának, Jézus Krisztusnak is szenteljük magunkat. A boldogságos szűznek, mint legtökéletesebb eszköznek, melyet Jézus Krisztus választott, hogy ő velünk és mi ővel egyesüljünk, és üdvözítőnknek, mint végcélunknak, akinek mindent köszönünk, amíg csak vagyunk, ő neki, aki a mi megváltónk és Istenünk. És testvéreim, nem kell félni ezt a fölajánlást megtenni. Nagyon sokan megtették és nagyon nagy szentekké váltak. Grignon Szent Lajos írja, ez a tisztelet továbbá biztos út, melyen Jézus Krisztushoz juthatunk, mert szűz Mária tulajdonsága, hogy bennünk biztosan elvezet Jézus Krisztushoz. Nehogy attól féljenek a lelkek, akik tökéletességre törekednek, hogy az Istennel való egyesülés utáni törekvésükben szűz Mária akadályozza őket. Mert lehetséges-e, hogy az, aki mindenek együttvéve és mindenki számára külön kegyelmet talált Istennél, megakadályozna a lelket a vele való egyesülés nagy kegyelmének a megtalálásában. Lehetséges-e, hogy az, aki tel is tele volt kegyelemmel, sőt, Istennel, hogy bensőleg volt egyesülve, és Istenben, hogy nagyon átalakult, hogy Istennek benne kellett emberré lennie, valaha megakadályozna a lelket abból, hogy Istennel tökéletesen egyesüljön. Giovanni Martinetti ezzel kapcsolatban, hogy, hogy féljünk -e a Mária tisztelettől, ez a Jezsuita a következőt mondta. Nagyon szeretem ezt az idézetet. Az evangéliumok és a szentek igazolják, hogy Mária kegyelemmel, az az Isten szeretetével teljes. Ezért a katolikusok és ortodoxok valódi Mária tisztelete nem azt jelenti, hogy egy asszony imádása vezérel minket, hanem hogy egy asszony, Imádásra vezet minket. Igen, testvéreim és Grignon Szent Lajos azt mondja, hogyha ha él lelkünknek a hajóját Máriahoz, a Horgonyhoz hozzá kötjük, akkor nem fogunk az életbe hajótörés szenvedni. És azt is mondja, hogy Mária mindenért, amit neki adunk, minden jó cselekedetünkért, minden imánknak a, a, a gyümölcsét, azt ő százszorosan fizet vissza. Így mondja Grignon Szent Lajos, hogy tojásért tyukot ad a szűzanya. érted -e? Így mondja, Szűz Mária sohasem engedi, hogy a szeretetben és a nagy lelkűségben felülmúlják, mert ő a legnemesebb és legbőkezőbb minden teremmény között. Tojásért tyukodat ad, mondja egy istenes ember. Ez annyit jelent, hogy a kevésért, amit neki ajándékozunk, sokat ad abból, amit Istentől kapott azért, hogy valamely lélek egészen minden föntartás nélkül átadja magát neki akkor is, egészen és fenntartás nélkül odaadja magát annak a léleknek, ha egész bizalmat belé helyezi, és a maga részéről az erények megszerzésére és szenvedélyei legyőzésére törekszik. És azt mondja, azért is érdemes testvéreim, szűzanyával együtt csinálni az életünket, mert akkor segít nekünk abban, hogy kialakuljanak bennünk az ő erényei. És hogy egy kis kettcsinálóképpen azt mondja Grignon Szent Lajos, hogy a tíz legfőbb erénye Máriának a következő volt. Mélységes alázatossága. Hú, nekem jól jönne. Azt mondja, élő hite. Kéne tökéletes engedelmessége. Nagyon rám férne. Állandó ima. Mindirányú önmegtagadás, szeplőtelen tisztaság, égő szeretet, hősies türelem, angyali szelítség, isteni bölcség, bölcsesség. Nekem ezek kellenének? Nektek nem kellenének? Nekem nagyon is kellenének, mert én tudom, hogy én rászorulok ezekre az erényekre. Olyan jó lenne, hogyha elvezetne ezeknek az erényeknek a tökéletes birtoklásához engem Mária. És hát testvéreim, lehet-e az, hogy annyi nagy Máriás szent Én azt gondolom, hogy nem lehet. Csak egy-kettőt hadd soroljak ide. Hogy ki kell állnánk be egy sorba, hogyha tökéletesen Máriának szentelnénk magunkat, hogyha végre minden nap mondanák a rózsafüzért, amit kért a szűzanya, legalább egyet. Hogyha hordanánk a csodás érmét, amit kért, vagy kapulárét, hogyha gyakran gondolnánk ő rá is, nem csak a Szent Háromságos egyistenre, Klervói Szent Bernát, nagyon máriás volt, Szent Domonkos, aki provence egy erdőbe kapta az indítatást a szűzanyától, hogy terjessze a rózsafüzért, mert a rózsafüzér első felét ő kezdte el mondani és terjeszteni a 13. században. A Szent Testvéreim Grignon Szent Lajos, Boldog bártaló Longo, aki sátánista főpapol lett a rózsafüzér apostola. A Szent Testvéreim Maximilán Kolbe, Pio atya, Hozé Maria Eszkríva, Szent Második János Pál pápa. Testvéreim, én hiszek nekik, ti nem hisztek nekik? Hogy végre tényleg elkezdjük Máriával csinálni az életünket? Mária oltalma alatt? Mária palástja alatt? Mária védelme alatt? Testvéreim, a legjobb testőr. Tudjátok miért? Mert ki nem állatja a sátán Máriát. Nagyon érdemes vele járni kellni. Igen, testvéreim, és nézzétek meg, hogy a szentek mit mondtak. Azt mondja Damaszkuszi Szent János, ha benned bízomó Isten anyja, akkor megmenekülök, ha te védelmezel, nem félek semmitől, segítségeddel legyőzöm és megfutamítom ellenségeimet, mert a te tiszteleted az üdvösség záloga. Klervói Szent Bernát, ha Mária tart, nem esel el, ha ő védelmez, nem félsz, ha ő vezet, el nem fáradsz, ha ő kegyes irántad, akkor eléred az üdvösség kikötőjét. Szent Bonaventura, ugye pont ma van az egyházi ünnepe. Egészen tiéd vagyok, és a minden, ami az enyém, a tiéd. Ó, dicsőséges, minden teremmény fölött áldott szűz légy te, mint pecsét a szívemen, mert szereteted erős, mint a halál. Hát igen, testvéreim, honnan akartam hova eljutni? Azt szerettem volna valahogy Belésújkolni azokba itt közülletek, akikben még nem tudatosodott az, hogy az Isten bennünk lakik, hogy te egy Isten hordozó vagy. A Szent Háromság lakik benned. Ugye? Nem csak a Szent Lélek, képzeld el a Szent Háromság. Ugye? Ez, ez a hitünk szerint. Ugye? Aki szeret engem, megtartja parancsaimat, atyám is szeretni fogja, hozzám megyünk! és lakást veszünk nála. És testvéreim, ez a valaki, az egész Szent Háromság a lelkedbe bele akar vonni a Szent Háromság szeretett táncába. Hogy ahogy a Szent Háromság személyeivel te bevonódsz ebbe a táncba, ebbe a táncba, megváltoztassa a szívedet. És így át akar isteníteni. Meg akar téged változtatni, meg akar téged tölteni önmagával. És hogy ennek az átistenülésnek két akadálya van, a bűn, ezért testvéreim, a szentgyónás az egy hatalmas ajándék, az mindig egy találkozás az irgalmas Istennel, és a lelki lanyhaság, hogy nem élünk a szentségek gyógyító erejével, és hogy nem imádkozunk eleget. Mert sokat kell imádkozni, legalább napi egy, órát, egy órácskát. Testvéreim, ki kell vívnunk ki kell vívnunk, hogy a napunk első óráját Istennek adjuk. Azt mondja Margarita nővér, minden reggelnek egy új pünkösnek kell lennie, hogy elnyerjük az az naphoz szükséges szeretetet, bölcsességet és erőt. Reggel be kell töltekezni az Istennel, teljesen más lesz a napod. Csak meg kell pihenned pihennednál, és bele kell mennünk Isten csendjébe. Újból föl kell fedeznünk a szentségimádás testvéreim. Azt mondja Kalkuttai Szent Teréze, anya, az oltári szentség előtt eltöltött időt, a leghasznosabb idő, amit az életedbe eltöltöttél. Csak úgy mondom. Igen, testvéreim, és ebből kifolyólag jutottam el oda, hogy a leginkább átistenült, Földi ember, az a szüzanya volt. És talán érdemes lenne segítségül hívnunk őt az átistenülés útján, hogy az imént említett szentek is segítségül hívták, és nagyon messzire jutottak az átistenülésbe és a szentévállásban. Testvéreim, Mária! Mária. Mária annyira szeret minket. Annyira fiának akar minket. Éljük vele szorosabban, vagy még szorosabban holnaptól az életünket. És végre kössük magunkat hozzá, hogy ő hozzá kössön minket fiához a rózsafüzérrel. Tesszireim, imádkozni kell minden nap a szent olvasót, legalább egyet, de jobban több nyilván. Éljük holnaptól még jobban az életünket Máriával, hogy mind jobban az Isten úgy legyen velünk, hogy megtapasztalván, hogy bennünk is van, engedjük, hogy ő betöltse a mi szívünket. És hát testvéreim, hogy imádsággal kezdtük, fejezzük is be egy imával, ami, ha jól tudom, negyedik század végi. Oltalmad aláfutunk, Istennek szent könyörgésünket megnevez szükségünk idején, hanem oltalmaz meg minket minden veszedelemtől, mindenkoron dicsőséges és áldott szűz, mi asszonyunk, mi közben járunk, mi szószólunk, el meg nekünk szent fiadat, ajánlj minket szent fiadnak, mutasd be minket szent fiadnak,